Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit, ünnepelni jöttünk részben ünnepre, vendégem pedig Ladányi Nagy Judit, a Székesfehérvári Család és Gyermek Jóléti Központ családsegítője, jelzőrendszeri felelőse. A beszélgetésünk apropója pedig az, hogy a Szent Kristóf a gyermekekért díjjal tüntették ki, mint családsegítőt, és ez az elmúlt héten volt. És engedje meg, hogy idézem Novák Katalint, hiszen ő arról beszélt, hogy az elismerésekkel olyan embereknek mondanak köszönetet, akik nem azért szolgálnak, mert ezért elismerést várnak, hanem segítő tevékenységükkel nem kérkedve csendben teszik a dolgokat, és annál is többet. Én azt hiszem, hogy egy ilyen díj megerősítést jelent. Milyen gondolatokkal vett át? Köszönöm. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra ez a díj. Különösen úgy érzem, hogy nem csak személyemnek szóló elismerés, hanem mindazon szakemberek számára egy visszacsatolás, egy pozitív visszajelzés azért az alázatos munkáért, amit nap mint nap végeznek. Először is nagyon nagy megtiszteltetés volt a jelölés, majd, hogy ez realizálódott, és ünnepélyes keretek között átvehettem Budapesten államtitkár asszonytól, Tisztő Henrik intézményvezető úr laudálását követően. Azt gondolom, hogy ez nagyon nagy megtiszteltetés, és nagyon nagy elismerés. Nos, 2016-ban jött az áttörés. Én azt gondolom, hogy amikor jelzőrendszeri felelősnek nevezték ki, akkor mindenki tudomásul vette, tehát a Család és Gyermekjóléti Központok szakemberei már nyilván tudták, hogy igenis szükség van erre, mert hogy egyre több az olyan fiatal gyermek, akiknek a problémáit csak így lehet megoldani. Ezt ön is így értékeli, hogy áttörés volt ez az idő? Így van, nem csak jogszabályok által vált egyértelművé, hogy meg kell erősítenünk az észlelési jelzőrendszer működését, működtetését itt Székesfehérváron is, hanem rendelkezésünkre állt több szakmai szabályozó anyag is, amely segítségünkre volt abban, hogy segítsük a jelzőrendszer tagjait a hatékonyabb munka végzésében, és intézményvezető úrral közösen úgy értékeltük, hogy a személyes kapcsolatoknak a megerősítése az, amely elsősorban hatékonyabbá teheti ezt a munkát, és azt gondolom, hogy elindulva ezen az úton a jelzésszámok évről évre emelkednek Székesfehérváron, és emellett pedig a veszélyeztetett gyermekeknek a száma pedig nem csökkent, tehát ez elmondható. Mielőtt ebbe belásnánk magunkat, ismerkedjünk meg önnel. A legfontosabb talán, hogy miként választott hivatást magának. Én az egészségügyi szakközépiskolában jártam, ott érettségiztem, és ezt követően pedig 1997 és 2001 között a Győri Széchenyi István Főiskolán általános szociális munkás végzettséget szereztem. Ezt követően kaptam lehetőséget arra, hogy a akkori családsegítő központban családgondozóként kezdjem a pályámat. Mentorom Gergő Katalin volt, egy kiváló szaktekintének számító szakmai kiválóság, és hát nagyon nagy hatással volt rám az ő professzionalitása. Rendkívül fontos időszakban lett szociális munkás, hiszen azért tudjuk, hogy a 21. század elején rendkívül felgyorsult a világ, és én azt gondolom, hogy nem csak a nagyvárosokban, hanem az olyan városokban is, mint Székesfehérvár, és egyre inkább megnőtt az önök munkájának jelentősége. Ezt milyen tapasztalatai vannak erről? Hogy változott az az arányszám, ami a veszélyeztetett gyermekek számát jelenti? Így van, tehát ahogy említettem, a családsegítés, szociális alapellátások körén belül a családsegítés volt, ami a munkával töltött első éveket jellemezte. Később
bővült a szakmai tevékenységem a gyermekjóléti szolgáltatással, ahogy ugye egy szakmai egységhez került a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás, és úgy látom, hogy míg a 2000-es évek elején a foglalkoztatással kapcsolatos problémák, az eladósodás nehézségei, ugye a különböző hitelcsapdák jelentették az egyik legfőbb probléma kört a családok életében. Napjainkban sokkal inkább a családi kapcsolati problémák, a széthulló családok és az ebből adódó nehézségek jelentik azt a fő problémakört, amelyet nekünk foglalkoznunk kell. Gyakorta elhangzik, hogy az időben való felismerés fontos. De mit jelent az önök olvasatában, hogy időben felismerjünk egy-egy problémát? Lett legyen szó gyermekről vagy családról? Mindenképpen fontos az, hogy amikor már felmerül annak a gyanúja, hogy egy gyermekkel szemben a szülők elhanyagoló magatartást tanúsítanak, akkor vagy netalán bántalmazás jelei merülnek fel, hogy ha erről egyértelműen nem is tudnak meggyőződni, de tájékozódjanak arról, hogy milyen feladataik, kötelezettségeik vannak, és természetesen ebben mi minden segítséget megadunk a jelzőrendszeri tagoknak, tehát folyamatosan konzultációs lehetőséget biztosítunk telefonon és személyesen. Fontos a korai felismerés, hiszen ekkor azt gondolom, hogy azok a problémák, amelyek felmerülnek a családok életében, sokkal könnyebben közelhetővé is válnak. Tehát így megy sorban, hogy felismerés, enyhítés adott esetben, és megoldáskeresés, de mindenképpen megoldást kell keresni. Így van, tehát keressük azokat az erőforrásokat, azokat a szolgáltatásokat, amelyekkel a felmerülő nehézségek kezelhetővé válnak, és természetesen tehát nekünk is feladatunk van, hogyha egy probléma nem oldódik meg, súlyosabbá válik, akkor természetesen különböző hatósági intézkedéseket kell kezdeményeznünk, de természetesen ez mindig a fokozatosság elvét szem előtt tartva történik, tehát ezeknek a beavatkozásoknak. Ugyanakkor nagyon fontos, ugye, hogy mi is nyitott szemmel járjunk, tehát egyik oldalról az oktatási intézményekben dolgozó pedagógusoknak, óvónőknek is különleges a felelősségük, másik oldalról nekünk is, hétköznapi embernek, adott esetben szomszédnak, hiszen azt láthatjuk, hogy milyen jelek mutatnak bántalmazásra, elhanyagoltságra, vagy egyéb veszélyeztetésokra. Tehát mi ennek a sora? Tehát bekopogunk önökhöz, és keressük önt. Így van, így van. Tehát a jelzőrendszeri tagok, a gyermekvédelmi törvény határozza meg a gyermekvédelmi észlelős jelzőrendszeri tagoknak a körét. A jelzőrendszeri tagoknak jelzési kötelezettsége van. Tehát ha valami olyan veszélyeztető körülményt tapasztalnak, nekik bizony ez egy kötelező feladatuk. Viszont magán emberként és felelős állampolgárként is azt gondolom, hogy nagyon sokat tehetünk azért, hogyha a környezetünkben olyan problémát észlelünk, hogy egy családnak segítségre van szüksége, nélkülözik, nehogy Isten esetleg olyan problémák vannak, hogy a gyermekek elhanyagoltak, bántalmazva vannak, hogy igen, hozzánk fordulva, ügyfélszolgálati irodánkat felkeresve, akár névtelenül, anonim módon is jelzést tegyenek egy adott gyermekkel kapcsolatban. Ilyenkor nincs másra szükség, gyermek személyes adatait, esetleg a szülők elérhetőségét kell megadni, és a családsegítő kollégák személyesen felveszik a kapcsolatot az érintett családban. Ugye az ember fia szemérmes, tehát ilyen módon is nyugtassunk meg minden bejelentőt, hogy zártan kezelik, a személyiségi jogokat védik. Ez mennyire gyakori egyébként, hogy ki úgymond kívülállók, tehát nem a jelzőrendszeri tagok szólnak önöknek?
Egy picit visszacsatolva, hogy az ERT adatkezelésre, hogy amennyiben súlyos veszélyeztetésről kapunk jelzést, esetleg bántalmazásról, akkor automatikusan a hozzánk érkező jelzések, akár a jelzőrendszertől érkeznek, akár magánszemélytől zártan kezelendők, tehát a jelzett család számára nem lesz kiadva a jelző személyével kapcsolatos információ, és... Igen, ez fontos, amit mond, de az is fontos, hogy azért szemérmesek vagyunk, tehát ez tulajdonképpen egy biztatás, itt nem árulkodásról van szó, a köznapi nyelven sokkal inkább egy tragédia megelőzéséről. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ebbe gondoljunk bele, hogy sokkal nagyobb kárt okozunk azzal, ha esetleg nem vagyunk, tehát nem jelezzük azt az észlelt problémát, mert lehet, hogy szomszédként például, vagy olyan közvetlen ismerősként sokkal több olyan információ birtokában lehetünk, mint mondjuk egy gyermeket ellátó szakemberként, és ilyenkor nagyon-nagyon fontosak ezek az információk is, tehát amik a magánszemélyektől érkeznek. Érkezik-e visszajelzés az együttműködésről? Tehát 2016-ot írtunk, azóta eltelt 3 esztendő. Nyilvánvaló, hogy tanulságokkal szolgált minden egyes év, minden egyes pillanat. Természetesen minden évben értékeljük az előző évnek a szakmai munkáját. Éves gyermekvédelmi tanácskozásunk is ennek fényében zajlik. Minden évben nagyon nagy érdeklődés övezi ezt a szakmai napot, és bizony, ahogy a beszélgetésünk elején is elmondtam, hogy az előző évek konklúziója az, hogy évről évre a jelzések száma az emelkedik. Például egy-egy gyermek ügyében is most már több szektorból, tehát egészségügyből, oktatási intézményekből is kapunk jelzést, tehát éberek a jelzőrendszeri tagok, és viszont ezzel együtt a veszélyeztetett gyermekek száma, tehát akiknek az ügyében valamilyen hatósági intézkedést kellett kezdeményezni, az viszont nem nő. Tehát eredményes ez az új struktúra. Viszont egy kicsit ássuk bele magunkat, hogy korosztályok szerint hol van a leggyakoribb a veszélyeztetés. Tehát itt gondolok elsősorban arra, hogy most már nem csak általános iskola, hanem ahogy már említettük, a bölcsődétől az óvodán át az általános iskola, sőt, hát később is nyilván lehet jelezni, ha valamilyen problémát észlelünk. Mi a tapasztalata? Mennyire gyakori az egészen kiskorban a veszélyeztetés? Azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy már például egy válsághelyzetben lévő várandós anyára is fokozottan figyeljünk. Ugye ezt a jogszabály is nevesíti, és innentől kezdve ugye mindig változik az a jelzőrendszeri kör, akinek a fókuszában van az adott életkorú gyermek, illetve családja. A védőnői szolgálatot emelném ki, ugye a kisgyermekek 0-tól 3 éves koráig ők, az ő fókuszukban vannak a kisgyermekek és az őket nevelő családok. Székesfehérváron nagyon aktív a védőnői szolgálat, nagyon jó kapcsolata van a Család és Gyermekjóléti Központnak a védőnői szolgálattal. Aztán az óvodák és az általános iskolák pedagógusai azok, akiknek az éberségére és az aktív közreműködésére számítunk egy-egy veszélyeztetettség észlelése esetén. Azt vizsgálják, vagy egyáltalán kell vizsgálni, hogy milyen társadalmi rétegekből kerülnek ki a veszélyeztetett gyermekek elsősorban? Azt gondolom, hogy nem általánosíthatunk, tehát nagyon fontos az, hogy
hátrányos társadalmi csoportokból érkező gyermekek esetén igen, oda kell figyelni, segíteni, támogatni kell, erőforrásokat a családok mellé tenni. Viszont megfigyelhető az is, hogy olyan társadalmi rétegekből érkező gyermekek esetén is lehetnek olyan gyanújelek, amelyek elhanyagolásra, esetleg bántalmazásra utalhatnak, tehát ezért én nem általánosítanák, hanem azt gondolom nagyon fontosnak, hogy nyitott szemmel járjanak a pedagógusok, beszélgessenek a gyerekekkel, és hogyha esetleg magatartásukban, viselkedésükben, teljesítményükben változást tapasztalnak, akkor különösen figyeljenek oda a tanulóra, gyerekek. Ugye a bántalmazást azt tudjuk, hogy mit jelent. Annak vannak külsődleges jegyei, bár nem mindig, azért tegyük hozzá. Ugyanakkor nagyon fontos kérdés, hogy mit jelent az elhanyagoltság szakmai szempontból. Hogy lehet ezt tetten érni? Hogyan lehet nyilvánossá tenni, mármint a szakemberek előtt? A bántalmazásra akkor először visszatérnék, hogy a bántalmazásnál nagyon fontos, hogy nem csak fizikai, hanem érzelmi elhanyagolás és lelki elhanyagolás is nagyon fontos, hogy bántalmazásnak számít. És az elhanyagolásnál, tehát a például súlyos elhanyagolásnak számít, ezt kiemelném, amikor a szülő a gyermeket ellátó oktatási nevelési intézménye például nem működik együtt. Illetve ugye az elmúlt években volt példa arra, hogy emiatt el is marasztaltak hivatalosan is szülőket az oltás, például az egészségügyi elhanyagolás, amikor egy oltás, kötelező oltás beadatása elmarad. Nagyon fontos kérdés ugye a lelki bántalmazás erről, csak azért, mert ugye nagyon is jól tudjuk, hogyha van egy cserfes kislány adott esetben, és egyik pillanatról a másikra megszűnik cserfesnek lenni, akkor biztos valami van a háttérben. Ezt tetten érhető nyilván. Gyakori az ilyen? Gyakori, és azt gondolom, hogy egyre gyakoribb, mivel a mai világban a gyerekek most már előszeretettel a telefonon, különböző elektronikus formákon keresztül kommunikálnak. Sokszor a pedagógus is ír egy kör e-mailt, és akkor adja át az információt, ami természetesen praktikus, és a mai világban egy bevett forma, de én azt gondolom, hogy ez mindenképpen a beszélgetés, az, hogy a beszélgetés klasszikus formája nagyon-nagyon fontos. Azzal, hogy kialakult ez a jelzőrendszer, mennyit nőtt az észrevételek száma? 2016 és 19 között 1300 és 1500 között volt a jelzéseknek, a hozzánk beérkezett jelzéseknek a száma, 2016 előtt pedig 1000 alatt volt a jelzésszám. A legnagyobb úgymond beszállító, tehát ami a jelzéseket illeti, a köznevelési intézmények voltak, amelyek általában magatartási, beilleszkedési nehézségekről, illetve az iskolai igazolatlan hiányzásokról szóltak. Konkretizáljunk, hogyan tudnak önök segíteni? Tehát rendben van, megérkezik a jelzés önhöz, illetve a jelzőrendszeri tagok összefoglalják, hogy milyen probléma van. Miként tudnak segíteni? Az első, ami nagyon fontos, ugye a kapcsolatfelvétel a családdal, és családsegítő kolléga személyesen felveszi a kapcsolatot családlátogatás keretében, és itt tulajdonképpen egy probléma térkép készül az érintett jelzett problémával kapcsolatosan, és ezt követően dönti el közösen a családsegítő a családdal, hogy ez egy hosszú távú együttműködést fog igényelni, vagy elég esetleg egy-egy olyan szolgáltatáshoz hozzájutatni a családot, amivel aztán az érintett probléma rendeződhet. A szülők
együttműködőek? Miként látja általában? Általában igen, de természetesen előfordul az, hogy a kezdeti együttműködésről kiderül, hogy esetleg ez egy látszat együttműködés, illetve hogy nem működnek együtt. Ilyenkor minden esetben ezt tovább kell jeleznünk, hiszen ilyenkor a gyámhatóság az, aki aztán közreműködik abban, hogy az érintett probléma rendezése érdekében a szülő együttműködjön. Nagyon fontos kérdés, hogy hol tartunk mi, mármint Székesfehérvár. Tehát ha országos viszonylatokat nézünk, akkor azt tudjuk, hogy eredményes a munkájuk, hiszen ezt példázza az elismerés is. De hogy állunk mi itt az ország közepén? Én azt gondolom, hogy Székesfehérváron nagyon-nagyon jó a szociális ellátórendszer, tehát abban az esetben, hogyha időben van egy probléma észlelve, és egy együttműködési hajlandóság van az érintett család részéről, akkor eredményes lehet a problémának a megoldása, és elkerülhető egy veszélyeztetettség kialakulása. Gondolkodott már a hogyan továbban? Milyen jövőképe van egy olyan családsegítőnek, aki ezt a rangos elismerést átvehette ezen az ünnepen? Hát azt gondolom, hogy ezt mindenképpen ezt egy bizalom, számomra megszavazott bizalomként is értékelem, úgyhogy szeretnék tovább haladni ezen a megkezdett úton, és hát az irány pedig mindenképpen az, hogy még jobban reagáljunk a városban felmerülő igényekre, problémákra, segítve a Székesfehérvár jelzőrendszeri tagjait, és ezáltal segítve azokat a rászoruló családokat, akik látókörünkbe kerülnek. Köszönöm szépen, még egyszer gratulálok mindannyiunk nevében, mert hogy szükség van az önök munkájára, és azt hiszem, hogy példaértékű, amit tesznek azért, hogy a rászoruló családok, kisgyermekek ezt meg is kapják, ezt a segítséget. Köszönöm szépen még egyszer. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ladányi Nagy Juditot hallhatták, aki nemrégiben kapta meg a gyermekekért elismerést, gyermekekért díjat. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!